savanyú a narancs. Fortélyos félelem igazgat Magyarországon, de már komikussá válik a hatalom. Fortélyos félelem igazgat Magyarországon, de komikussá válik a hatalom, mert mesztelen a király, és ha bárki szólni mer ellene, akkor ők erővel válaszolnak. Orbán Viktorék nem ízlik a savanyú narancs, a kesernyőről narancs, és ezért éppen mindenféle hatalmi eszköz bevetnek annak érdekében, hogy elhallgattassák a nekik nem tetsző véleményt, vagy azokat, akik olyanokat mondanak, ami nekik nem tetszik. Legfrissebb hír tegnapi nap folyamán a Hétköznapi Csalódások című vagy nevű zenekart letiltották, nem is tudom, hogy fogalmazzak, az a lényeg, hogy egy Bács-Kiskun megyei fellépésüknél a szervező cég hát megfutamodott, mert olybá tűnt számára, hogy politikai indokok miatt esetleg problémái lehetnek, ha a Hétköznapi Csalódások együttes fellép, és a Viszlát Viktor úr túrán, illetve roadshow-n ők ott is zenélnek. A Hétköznapi Csalódásokat tehát acéli módszerekkel most letiltották, de hát nem ez az egyetlen. Hogy mondjak még pár példát, ahogy a terrorházába igyekszik Orbán Viktor és a Fidesz kormányzat, hiszen jó úton halad a Fidesz rezsim, az Orbán rezsim azon az úton, hogy a terrorházába legyen 2014 után megörökítve az elmúlt 3 éves, illetve a következő 1 éves munkássága. Nagykörösi önkormányzati képviselőnk László Ferenc blogbejegyzése miatt kapott megrovást a képviselőtestülettől. Nem tudom, értik-e. Önkormányzati képviselő elmondja a véleményét a blogjában, majd utána megvonják a tiszteletdíjának egy részét Nagykörösön, azért, mert nem tetszett a polgármesternek és a fideszes többségnek, amit leírt a képviselő úr. Hát az ellenfél politikai megfélemlítése így zajlik. De nem sima pénzbüntetés az önkormányzat részéről, nem sima polgári peres eljárás, hanem most már büntető eljárást is indítattak Nagykörös önkormányzati képviselője, László Ferenc MSZP-s képviselő ellen. Így módon tehát a rendőrség, az ügyészség fog eljárni egy blogbejegyzés miatt László Ferenccel szemben. Nem tudom, értik-e? A hatalom arra használja a rendőrséget, az ügyészséget, hogy megfélemlítse a politikai ellenfeleit. Hát mint hogy 2010-ben is egyébként ugye számos olyan politikusunk volt, akik az önkormányzati választások előtt pár nappal vagy a napokban kapták meg a behívójukat, hogy azért ez elég látványos és elég hatékony legyen. De nem csak a hétköznapi csalódások, nem csak László Ferenc, hanem zugló kommentelői is retteghetnek, hiszen Papcsák Ferenc volt elszámoltatási biztos, a dupla költségtérítéses Papcsák Ferenc beperelt Népszavát, Hír24-et, még a mandiner.hu-t is beperelte, mert olyan kommentek jelentek meg, és olyan idézeteket jelentettek meg, amelyek számára nem tetszőek voltak. Ezért mondom azt, hogy a hatalom, Orbán Viktor rezsimje jó úton halad afelé, hogy a terrorházában egy önálló helyiséget kapjon 2014 után, mint az autokratikus rendszerek egyike, amelyek a 20. században, illetve a 21. században megjelentek. 98 és 2002 között is próbáltak ilyesmiket csinálni, de ennyire nem voltak vadak. Most már látszik, hogy minden gátlás nélkül megpróbálják megfélemlíteni az ellenfeleiket. Saját példámat is hagy hozzam, és ebben viszont arra szeretnék rámutatni, hogy ellen kell állni ennek a hatalomnak. Engem Budai Gyula 2011-ben jelentett fel, jó hírnév megsértés, rágalmazás, stb. Több címen polgári peres eljárás indult. Budai Gyula azonban úgy gondolta, hogy őt, mint hivatalos személyt sértettem én meg szóvívőként, ezért büntető törvénykönyvi tényállások alapján akart elítéltetni. 2013. májusában a bíróság közölte, bűncselekmény nem történt. A volt katonai ügyész, hangsúlyozom, a volt ügyész, ügyvéd, most az Agrártárca államtitkára, korábban elszámoltatási biztos, lyukra futott. Meg akart félemlíteni, nem hagytam magamat, ellenálltam, és lám nekem lett igazam, mert a bíróság és az ügyészség is kimondta, hogy Budai Gyula csak koholt vádak alapján akart engem vád alá venni. De vannak újabb ügyek is. Egerbe egy vitéz Sziki Károly nevezeti úriember perelt be, mert hogy én valami dehonestálót mondtam volna róla. A bíróság első fokon és másodfokon is elutasította a keresetét. Most éppen Bajer Zsolttal, tudják, a mély magyar Bajer Zsolttal, aki szlovákiai adófizető, vele küzdök majd meg, mert hogy küldött tavaly decemberben nekem egy gyalászkodó SMS-t. Hát nem idézném, mert nem hiszem, hogy a mikrofon elbírná a kifejezéseket, amiket használt ez a Bajer nevezetű szlovák adófizető polgár. Majd miután elküldte ezt az SMS-t, és ez nyilvánosságra került, én hoztam nyilvánosságra, feljelentett
a BTK 177 paragrafus alapján szintén. Úgyhogy most én járok a rendőrségre azért, mert ő küldött egy gyalázkodó SMS-t. Nem tudom, értik-e, a hatalom az így működik, de ennek kell véget vetni. És 2014-ben az MSZP, a vele szövetséges civil szervezetek, politikai erők el kell, hogy zavarják Orbán Viktor kormányát, mert nem csak, hogy meglopja a magyar embereket, de meg is akarja félemlíteni a magyar embereket. Orbán Viktor tolvaj kormányát nem csak azért kell elzavarni, mert lopnak az emberektől, mert megnyomorítják a magyar embereket, hanem azért is, mert meg akarja félemlíteni Magyarországon a magyar nép jelentős részét. Például erre a hétköznapi csalódások letiltása, László Ferenc blogja, vagy éppen Papcsák Ferenc kommentelőket beperelő magatartása, de még sorolhatnánk napestig, hiszen van rá bőven példa, hogy a sajtószabadság korlátozásáról és a demokrácia lábbaltiprásáról ne is beszél.